Szerint, de vannak ügyek változtatni, csak akkor lehet, hogyha az ember nem ijed meg attól, hogy ennek időként konfliktus a következménye. Köszönöm szépen, és akkor még nézzük meg a szavazás eredményét, ugye föltettük tegnap előtt a nézőknek, hogy önök szerint még mindig alkalmas a miniszterelnök Gyurcsány Ferenc, 7400 szavazat érkezett, és ez 93% meggyőző fölénnyel azt mondja a többség, hogy igen. Hát akik az ön műsorát nézik, azok között tegyük hozzá, és nem baj, hogyha az ember... Nem állítottam mást. Azokat is hallja, akik egyébként a miniszterelnököt vagy nem kedvelik, vagy nem lelkesednek érte, sőt, ha jól látom, vannak páran, akik a pokolba kívánják. Na de hát ettől szép a demokrácia, szerintem. Engedjük, hogy demokratikus viszonyok legyenek. Jó, köszönöm szépen. Köszönöm az interjút. Ma este több mint egy órában Gyurcsány Ferenc volt a vendégünk, most egyéb rovataink következnek, és aztán befejezzük a műsort, rövidesen jövök vissza. Holnap este 9 órától műsorunk ismét a Törzsasztallal jelentkezik. Ezúttal vendégeinknek a mai Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel készített interjúnk tovább gondolása érdemes részleteit idézzük fel, és vitatjuk meg újabb szempontok bevonásával. A Törzsasztal körül pénteken este ott lesz Radics Viktória irodalmár, Vértes András közgazdász, Hak Péter jogász és Gerő András történész. május 24-én, tehát ma 8 éve írták alá a Slobodan Milosevic elleni vádiratot és elfogadási parancsot. Milosevicet a boszniai és a koszovói harcok során elkövetett háborús bűncselekmények kitervelésével és engedélyezésével vádolták. Az ekkor még hatalmon lévő egykori szerb, illetve jugoszláv államfő csak 2000 októberében a jugoszláv elnökválasztáson elkövetett csalások miatt vesztette el hatalmát, és 2001-ben adta ki őt Hágának a később 2003-ban meggyilkolt Zorán Gyindzsics szerb miniszterelnök. A Milosevic elleni per 2002. februárjában kezdődött a Hágai Nemzetközi Törvényszéken, amely a II. Világháborút követő nürnbergi és tókiói perek óta az első háborús bűnöket vizsgáló nemzetközi testületként állt fel. A volt szerb vezető a bíróságot illegitimnek tekintette, védelmét maga látta el, és felszólalásait politikai nyilatkozattételre használta. A törvényszék vontatott munkája nyomán Milosevic még a per lezárulta előtt 2006. márciusában szívrohamban meghalt. Egyébként most már élőben újból lehet látni a műsort az interneten is. Ez csak azok kedvéért mondom, akik rendszeresen ott néznek bennünket, és hosszú időn keresztül, pár hónapon keresztül most nem láttak. Aki lemaradt mai műsorunkról, a Klubrádióban vasárnap délután 5 órától a szokásos ismétlő válogatásunk egyikeként meghallgathatja az iménti Gyurcsány Ferenccel készült interjút. Holnap este pedig nem a szokásos ismétlő műsorra jövünk, ahogy péntekenként szoktuk, hanem a Törzsasztal tagjaival fogjuk megbeszélni ezt a mai Gyurcsány interjút. Az ATV-n most egy új adás kezdődik, a Mecénás Klub, melynek témája a gyermekszegénység Magyarországon, a mecenatúra feladatai szerepe, valamint Csányi Sándor bankár alapítványa. Dolgaink így mennek 2007. május 24-én. Jó éjszakát és sok szerencsét! A 2 perces utat a villamostól hazáig 20 perc alatt tettem meg, már úgy volt, hogy felhívom a férjemet, hogy jöjjön értem, mert itt vagyok a ház közelébe, de nem bírok hazamenni, mert nem bírtam lépni. Rómer Ilona művész tanár vagyok. Festészettel foglalkozom. Emellett tanítok, és kiállításokat rendezek és szervezek. Az első hátgerinc problémám az úgy jelentkezett, hogy reggel, amikor felkeltem az ágyból, akkor ilyen derékszögbe behajlottam, és nem tudtam kiegyenesedni. A gerinc problémáim olyan súlyosak voltak már, hogy amikor megröntgenezték, akkor különböző kezeléseket javasoltak.
Ezek némileg használnak, de tartós megoldást nem hoznak. A férjem rábeszélt, vegyem meg a kozmodiszket. Hát mondom, én ezt kipróbálok. A kozmodiszkszet két részből áll. A hosszú a gerincet, a rövid a derekat kezeli. Amióta én ezt használom, én azóta nem szedek be fájdalomcsillapítót. Én nem szeretem a gyógyszereket. Akiknek csak egyszer is már fájt a derekuk, próbálják ki, próbálják meg, megelőzésképpen, mert én magamról tudom, hogy én sajnos későn kezdtem el használni. Gondoltam, megkaptam ezt a kozmodiszket, hát ha nem lesz jó, visszaküldhetem. Reggeltől estig, délután 4-kor azt vettem észre, hogy jé, nekem nem fájt a derekam. Hát ez szinte hihetetlen volt számomra, dehogy küldtem volna vissza, dehogy örülök, hogy megvan. Az új rendszerű rugalmas pántok és csatok könnyebb felhelyezést és kényelmesebb viseletet szavatolnak. Ne feledje, a fájdalmon kívül semmit sem veszíthet. A kozmodiszkszet két részből áll. A hosszú a gerincet, a rövid a derekat kezeli. Ha elégedetlen, küldje vissza 3 héten belül, és megtérítjük az árát. Részletes információkért megrendeléshez kérjük tárcsázza ügyfélszolgálatunkat. Dereka hálás lesz érte. Ismerik őket, az fix. Csak elmázoltam. Szeretik őket, az is fix. De így még sohasem látták őket, az tuti fix. A feltűnési fixetegség megállíthatatlan. A héten Tolli, Dina és Kótai Mihály kergeti őrületbe a gyanútlan járókelőket. Az eredményt ön is láthatja pénteken este az ATV-n. Leesik az álla, az fix. Péntek esti koncertek nem csak gyűjtőknek. A 10-szeres Grammy-díjas Manhattan Transfer 1975-től kis manhattani jazzklubokból indulva jut el a világhírig. A veszprémi ünnepi játékokon fellépő vokális swinget játszó világsztárok most az ATV képernyőjén. Szóval ma este 10 után a Manhattan Transfer. Ki ne hagyja? Zene Express. Fási Ádám műsora minden szombaton itt az ATV-n. Mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő zenei műfajt, a mulatóstól a könnyű zenéig, az operettől a musicalig, a poptól a rockig. Zene Express. Fási Ádám műsora. A fellépő művészek és a házigazda Fási Ádám minden szombaton szeretettel várja önöket a képernyők elé. Zene Express. Fási Ádám műsora. Minden szombaton itt az ATV-n. Lukács, az orvos, lebilincselő történeteket mesél. Az első könyvet arról írtam Teofiluson, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. A Szentlélek eljövetele. A húsvét utáni 50. napon, azaz Pünkösd napján. Apostolok cselekedetei. A két részes film Pünkösd vasárnap és hétfő délután az ATV-n. Hello, szia, mai hívva. Kivel beszéltél? Nem mindegy. Nem mutatom. Akkor ad ide, én is beszélek. Nem adom, mert ezt én kaptam, majd te kapsz, akkor neked lesz ilyen. Nem érted meg, hogy ez egy vezetékes telefon, be kell vele menni a házba beszélni. Nem, mert azért csináltam a térerő térképet. De a térerő térképet a ház körül csináltad, hát a világ végén vagyunk, vedd már észre magad, itt ott, nem működik. Ott is volt vétel. A UPC itthon légcsomaggal csúcsidőn kívül minden vezetékes számot 0 forintért hívhat. Szórakozás a köbön. Hívja a 1221-et, vagy rendelje meg online. Robogó akció az Apriliánál. Most minden új Aprilia robogó vásárlásánál 50 ezer forint értékű Shell üzemanyagutalványt adunk. Aprilia 301-0021. Arany ezüst ékszerek, drága kövek, ajándék tárgyak minden korosztálynak. Elegáns, eredeti olasz kollekciók egyedi kivitelben. Igazi itáliai ajándék. Na ez milyen? Hosszú az újja. Ennek? Hát pont attól csibészes, nézd meg. Hát bárhova el tudunk menni, meg tudunk inni egy kávét. Ezt nézd meg, ez stretch. Gyönyörű, fiatalos, matrózos. Ide nézz, meghúzta. Tök hosszú túl a karom. Nézd.
menedzser. Nagyobb igényeidhez válasz új csomagjaink közül. Cello Medium 5 megabit 6900 forintért. Hívd a 1221-et, vagy rendeld meg online 0 forintért. Mai témáink. Simon Gábor, az Országgyűlés Foglalkoztatási és Munkaügyi Bizottságának elnöke ma sajtótájékoztatón ismertette a kormány munkahelyteremtési programját. A részletekről Simon Gábor beszél. A pécsi polgármester lett az Európai Kulturális Városok Szövetségének alelnöke. Az 1997-ben alakult Európai Kulturális Városok Szövetsége az egyik legjelentősebb európai önkormányzati szervezet. Vendégünk lesz Tasnádi Péter. A Fidesz és a KDNP szövetség fővárosi vezetője szerint törvénytelenül működnek a fővárosi kórházak, az intézmények és az országos egészségbiztosítási pénztár. A stúdióba várjuk Tarlós Istvánt. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Kormánypárti képviselők azt mondják, hogy munkahely van, méghozzá munka a köbön a munkahely teremtési program révén, tehát munkahelyekről beszélhetünk méghozzá köbre emelve. Hát mi azért megnéztük, hogy mi a tapasztalat és mi a gyakorlat. A statisztikai adatok alapján nőtt a munkanélküliek száma, de ez is csalóka szám, mert mindeközben 60 ezer új foglalkoztatott van. Na hát nézzük meg, hogy mi a helyzet ma Magyarországon, aztán Simon Gáborral fogok beszélgetni. Tanulni, tanulni, tanulni. Ezt annak idején sokat hallhattuk az iskolában, otthon, és akinek lehetősége van a tanulása, annak most is csak ezt tudjuk javasolni. Utána jártunk ugyanis, hogy végzettség szerint kinek milyen lehetősége van az elhelyezkedésre. A diplomások 75%-ának, a szakképesítéssel rendelkező... Makacs dolgok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Elmondtam mindezt. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra. Nem ismerik egymást. Jól mondtam? Jól mondtam. Mégis mindenben hasonlítanak. 79. május 15-én. Na ez már bizarr. Véletlenek sorozata? Rémálmaim vannak. Ugyanazt álmodtam, mint Robert. Vagy megfejthető a rejtély? Hogy szedjek ki valakiből valamit, amire nem emlékszik? Mit látsz még? Kerítést. Rejtélyek helyszínelői. Különös egybeesés. Ma délelőtt az ATV-n. Ismerik őket, az fix. Csak elmázoltam. Szeretik őket, az is fix. De így még sohasem látták őket, az tuti fix. A feltűnési fixetegség megállíthatatlan. A héten Tolli, Dina és Kótai Mihály kergeti őrületbe a gyanútlan járókelőket. Az eredményt ön is láthatja pinteken este az ATV-n. Leesik az álla, az fix. Péntek esti koncertek nem csak gyűjtőknek. A 10-szeres Grammy-díjas Manhattan Transfer 1975-től kis manhattani jazzklubokból indulva jut el a világhírig. A veszprémi ünnepi játékokon fellépő vokális swinget játszó világsztárok most az ATV képernyőjén. Szóval ma este 10 után a Manhattan Transfer. Ki ne hagyja! Na, ismered Bartókot? Te melyiket, az Esztert vagy a Krisztián? Az a legfontosabb, hogy egészség legyen, és elég beteg. Tegnap előtt a Mihályka megelle. Na, köszönöm szépen. A humorbajnokság harmadik középdöntője szombaton este 9 órakor az ATV-n. Együttműködő partnerünk az All Star Credit reklámügynökség. Média partnerünk a Napi Ász. Toszkána kert a Szíj Magyarországtól. Érezze Toszkánát itthon.
Jó napot kívánok! Természetesen most is van átfedés az általam javasolt témák.